alapkőletétel. 436 millió forintból épül új római katolikus óvoda Nyírbátorban. Új kerékpárút. Mátészalkát Nyírmeggyessel köti össze az új kerékpárút a forgalmas 471-es főúton. Vajúdó kád érkezett a kórházba. A kád segítségével a kismama testhőmérsékletű vízben, természetes közegben hozhatja világra az újszülöttet. 436 millió forintból épül új római katolikus óvoda Nyírbátorban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nem ez az egyetlen egyházi oktatási intézmény fejlesztés. A következő években 67 milliárd forintból újulnak meg, vagy épülnek bölcsödék és óvodák országszerte, közölte az egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. A nyírbátori óvoda a tervek szerint 2020. szeptemberében 3 csoporttal kezdi működését. Itt a Váradi utcában tették le az új római katolikus óvoda alapkövét szerda délután. A Bátori István katolikus általános iskola, gimnázium és szakgimnázium bővül egy újabb oktatási szinttel. A beruházás által a jövő is épül, közölte Palánki Ferenc megyés püspök. A katolikus iskola lényege, hogy egy határozott értékrend mentén neveljék a gyerekeket. Azzal, hogy ezt már óvodáskorban elkezdhetik az intézményben, a gyerekek még inkább bele tudnak majd nőni a hitbe, tette hozzá a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora. Adunk egy életformát, egy olyan életrendet, egy értékrendet, ami szerint lehet látni, lehet nézni a világot, az életünket, a hivatásunkat, a szolgálatunkat, és aztán szépen hozzá alakulnak, hozzá formálódnak Jézus Krisztus követéséhez, aki a legnagyobb szeretetet hozta el erre a világra, és megmutatta azt az emberiségnek, minden embernek személy szerint is, hogy akkor lesz boldog, ha az ő életét kezd élni, tehát azzal a szeretettel szeret, amit ő mutatott meg. A Nyírbátori Katolikus Intézmény a 2018-as tanévkezdésre fejezte be legutóbbi nagyszabású beruházását. Akkor 1,3 milliárd forintból épült tornacsarnok és ebédlő, valamint tantermeket is kialakítottak. Az alapkőletételen bemutatták a látványterveket is. Az épületben 3, egyenként 25 fős csoportszobát, tornaszobát és kiszolgáló helyiségeket is terveznek, de egy biztonságos parkolót is kiépítenek. A beruházás összköltsége 436 millió forint. Ebből 267 millió forintot biztosít a kormány. Az új óvoda 2020. szeptemberében 3 csoporttal kezdi majd a tanévet. Jelenleg már a 220 ezer főt is meghaladja azoknak a diákoknak a száma, akik valamilyen egyházi oktatási intézményben tanulnak Magyarországon. Ezért is kell folyamatosan fejleszteni és bővíteni az ehhez szükséges feltételeket, közölte Soltész Miklós Nyírbátorban. Ha az állami önkormányzati óvoda, illetve bölcsőde fejlesztéseket nézzük, akkor azok jóval meghaladták a 100 milliárdot az elmúlt évek során, illetve meghaladják mostani évek során. És hála Istennek az egyházi épületek is, amelyeknek egy nagyon nagy része nagyon lepusztult állapotban volt, és nagyon rossz állapotban kapták vissza az egyházak, azok is nagy mértékben meg tudnak újulni. Így nagyságrendileg a katolikus egyháznak a következő években bölcsöde, de többnyire óvoda fejlesztési programra 67 milliárd forint áll rendelkezésére. Nyírbátorba és a térségbe soha nem érkezett még akkora fejlesztési forrás oktatási intézmények felújítására és építésére, mint az elmúlt 5-6 évben, közölte Simon Miklós, a választókerület országgyűlési képviselője. 52 intézmény újul meg 7,6 milliárd forint értékben. Itt területfejlesztési operatív program jóvoltából történő megújításokat számítok. Iskolák, óvodák, bölcsődék újulnak meg és épülnek. És ugyanakkor új óvodát is említhetnék, ezt a római katolikus óvodát, de 7 új bölcsőde is fog épülni. 2014 óta mintegy 28 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Nyírbátorba, tette hozzá Simon Miklós. A képviselő kiemelte, ezek a beruházások
a település mindennapjaiban is látszanak. Ennek köszönhetően pozitívan változott az életszínvonal is. Már kerékpárút is összeköti Mátészalkát a szomszédos Nyírmegyessel, ezzel már egészen Debrecenig el lehet jutni két keréken, biztonságosan. Mátészalkán más beruházások is zajlanak, hamarosan egy fúrótorony építése kezdődik meg, amellyel a település alatti termálvizet tudják majd hasznosítani. Bukós isakot sorsoltak a Mátészalkai gyerekek között, szükségük is lesz rá, mostantól még több helyen kerékpározhatnak a városban. Csütörtökön adták át a települést a szomszédos Nyírmegyessel összekötő kerékpárutat, amely egy 380 millió forintos projekt keretében épült. Már tavaly végén kész lett, azonban csak most vehették birtokba a biciklisek, a használatba vételi engedélyeket ugyanis a napokban kapták meg. A különálló betonsáv a 471-es főút mellett halad, amelyen sok baleset történik, ezért is jelent nagyobb biztonságot a helyieknek az új kerékpárút. Ez egy nagyon forgalmas útszakasz, nyilván a piac is itt van, tehát ez még megnövelte ugye a mátészalkaiaknál a nehéz közlekedési körülményeket, de azt gondolom, hogy ez sokkal inkább meg fogja könnyíteni akár a bevásárlás, akár egy túrázás, akár csak a piacozásnak a rituáléját is mindenképpen. A most átadott kerékpárúttal már egészen Debrecenig el lehet jutni két keréken biztonságosan, a másik irányba pedig Kocsord érintésével Szatmárnémetig. A településről már csak Ópály felé nem vezet kerékpárút. A Kocsord és Jármi közötti szakaszt azonban összekötik hamarosan. Ezzel egy biciklis körgyűrű jön létre Mátészalka térségében. Ezek a fejlesztések a helyiek mindennapi életének megkönnyítése mellett turisztikai célokat is szolgálnak. Itt Mátészalka környékén van gyakorlatilag a Szamos-Kraszna vészvíztározó, és annak a töltésén van egy kerékpárút, még hiányzik egy 11-néhány kilométeres szakasz, ezt szeretnénk még minél hamarabb megépíteni. Aztán a többi vágyunk, az gyakorlatilag le van írva, elküldtük a kerékpárút kormánybiztosának, hogy mit is szeretnénk mi a környéken, hogy egyrésztről a Csengeri járás központ megközelíthetősége Mátészalka is, Baktól-Óránd tekintetében is minél több hivatásforgalmi kerékpárút épüljön, de nem feledkezünk meg a turisztikai jellegű kerékpárútról sem. Vágyaink között szerep, hogy a Kraszna töltésen elmegyünk egészen Vászáros Leményig. Gergely Ugornyát kötnénk össze itt Mátészalkával, így a Kraszna töltésen. Mátészalkán jelenleg 25 projekt zajlik. A közelmúltban 5 épületet alakítottak ki, vagy újítottak fel. Nem sokára megtörténik egy óvoda szigetelése átalakítása, 500 millió forintból pedig megépülhet a nagy piac. Kevesen tudják, hogy a település egy igazi kincses ládán ül, a Szatmár kincse nevű 70-80 fokos termálvíz felett fekszik, amelyet egy 700 millió forintos gazdaságfejlesztési projekt keretében aknáznak ki a közeljövőben. Hamarosan Mátészalkán egy hatalmas fúrótornyot láthatnak majd az errejárók. Ez egy nagyon látványos beruházás lesz, ahol a geotermális energiát felszínre hozzuk, és akkor reményeink szerint a mátészalkai távhőrendszer egy modern, valóban különleges 21. századi, és a mai Magyarország a legmodernebb geotermális rendszert építjük ki, tehát a távhőszolgáltatónk nagy mértékben zöld energiával, geotermális energiával kerül majd fűtésre. Nyilván ez egy óriási költségcsökkentést jelent majd a cégnek, amit aztán fejlesztésre tudunk fordítani. A fényvárosában egy turisztikai beruházás keretében létrehoznak egy 21. századi miniplex mozit is, a Cukoradol filmszínházat. Lesz emellett egy Tony Curtisről elnevezett kávéház is, tőle származó relikviákkal. Egy jelképes darab a berlini falból, retró tárgyak az NDK-ból és tematikus órák várták a német napon a krúdisokat. A gimnáziumban rendezett multikulturális nap célja a német nyelv és a német kultúra megismertetése volt, melyhez a hagyományos német gasztronómia ízeivel is várták az érdeklődőket. A nyíregyházi Krúdi Gyula gimnáziumban minden Németországról szólt csütörtökön. A német tematikus napot a kultúra, a gasztronómia, valamint a történelem köré szervezték. Érdekes programok, ízletes ételek és két kiállítás várta a diákokat. Az iskola tanárai igyekeztek sokszínű programot összeállítani. A diákok készítenek autentikus német ételeket, egy kis autó bemutató, motoros jármű bemutató is színesíti a programot.
illetve az iskolánknak a cserekapcsolat, a németországi cserekapcsolati kollégái is eljöttek, hogy velünk legyenek ezen a napon. Az elmúlt években Amerika, Japán, ausztrál és francia napokon vehettek részt a Krúdy Gyula gimnázium diákjai. A jelenlegi német nap is ezek mintájára jött létre, mondta el Marcsekné Túlcsán Krisztina nyelvtanár. Változatos színes programokkal készültünk. A rendezvény során végig lehet többfajta ételt kóstolni, édeset, sósat, sültet, főttet. Mellette táncházzal készültünk, országismereti vetélkedővel, és kollégáink szakterületükhöz megfelelően tematikus órát tartanak. Lesz rendhagyó irodalomóra, rendhagyó történelemóra, filozófia óra, és kettő fizika óránk is lesz. A galérián egy interaktív kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők a berlini fal történetéről. A kiállításon látható volt egy jelképes berlini fal, valamint képek abból az időszakból, cikkek és egyéb használati tárgyak is. Ízelítőt kaphattak a kor zenei divatjáról, az akkori berendezési tárgyakról és az emberek mindennapjairól. Az akkori hétköznapokat még jobban bemutatta a Csepelről érkezett NDK retro kiállítás, ahol több jellegzetes tárgyat is kiállítottak. Fizetőeszközök, az érmék, a tányérok, a sőralátétek, amik ugye kedvencek voltak, azokat hoztuk el, és a háztartási gépeket, a robotgépeket, amit még ma is használunk, és vannak hajszárítók, hát korsókat, amit gyűjtöttünk ugye annak idején. A jelenlegi rendezvényre a gyűjtemény egy kisebb részét hozták el. A teljes kiállítás Csepelen található, valamint az NDK-s Magyarok Egyesülete által rendezett országos találkozón is megtekinthetik az érdeklődők, tette hozzá Gergely Márta. Az aktuális pályázati lehetőségekről, az ifjúsági csereprogramokról és az önkéntes szolgálatról is szó esett a megyei diák parlament ülésén, amelyen 5 település közel 30 oktatási intézményének képviselői vettek részt. A rendezvényen új vezetőséget választott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat azzal a céllal alakult meg 2007-ben, hogy összefogja a megyében működő alap- és középfokú oktatási intézmények diákönkormányzatait, illetve segítse azok munkáját. A megyei diákparlament keddi ülésén a diákönkormányzatok képviselői, illetve a diákmunkát segítő pedagógusok vettek részt 5 település közel 30 intézményének képviseletében. A szakmai, anyagi és jogi hátteret a Központi Ifjúsági Egyesület biztosítja a megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat számára. Alapvetően a diákjogokat, a diák érdekeket képviselik, emellett rengeteg rendezvényt szerveznek a diákság számára. A megyei közgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy a fiatalok is hallassák hangjukat közösségük képviseletében. Már 11. alkalommal ülésezik a megyei diákparlament, és ebből a 11 alkalomból 10 alkalommal a megyeháza dísztermében került sor erre a rendezvényre, amelyet mi, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat nagyon üdvözlünk, és természetesen támogatunk is, hiszen magának a diákparlamentnek a lényeg az, hogy valóban abban önkormányzati szférában, amelyben mi most élünk, abban meg tudják magukat mutatni a diákok is. Kicsit belekóstoljanak abba, hogy milyen is az, amikor saját dolgaikat kell menedzselni, milyen az, amikor a saját közösségeken belül kell szerepet vállalni, megszólalni, és hát erre a diákparlament tökéletes helyszín biztosít, és úgy gondoljuk, hogy a megyeháza pedig olyan kulisszát teremt e köré, amellyel tényleg egy kicsit meg lehet adni a méltóságát is. A diákparlament ülésén többek között szó esett az aktuális pályázati lehetőségekről, az ifjúsági csereprogramokról és az önkéntes szolgálatról, valamint újra választották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat 6-tagú vezetőségét. Vajúdó káddal gazdagodott a Jós András Oktató Kórház szülészet nőgyógyászati osztálya. A kád lehetővé teszi, hogy a kismama test hőmérsékletű vízben hozza világra gyermekét, ami ellazítja az izmokat, ezáltal nagymértékben csökken a fájdalomérzet, az újszülött pedig természetes közegben jöhet a világra. Az ünnepélyes átadó előtt meg is született az első baba a kádban, akit a szülei Kendének neveztek el. Ez az a vajúdó kád, amelyben testhőmérsékletű vízben kevesebb fájdalom mellett hozhatják világra újszülöttjüket a kismamák. Ma még nem ez a legelterjedtebb szülési mód, de sokan szeretnének valamilyen alternatív módon életet adni gyermeküknek. A Jós András Oktató Kórház szülészet nőgyógyászati osztályára érkezett adomány célja, hogy családbarátabbá tegye a szülészetet. A kórházunk részt vesz az úgynevezett családbarát szülészeti
pályázati forrás megteremtésében, illetve főhasználásában is. Ez is tulajdonképpen ez az esemény ehhez fog kapcsolódni, tehát egy lehetőséget tudunk biztosítani. Otthoni körülmények, családias körülményeket, és ez a vízben vajudás tulajdonképpen ezt segíti elő. Tehát az a fajta szemlélet, ami váltás kell egy intézményben, az itt megvan, mind a humán erőt, tehát mind az orvosok, mind a szülésznők, mind a szakdolgozók, más év szakdolgozóknak is nyitottak vagyunk gyakorlatilag erre a dologra, és ez a jövőben meg fogja határozni maga az egész intézményünkben a lehetőségeinket. Ha megvalósul ugye ez a teljes családbarát szülőszoba szülészet, akkor itt megint nagyon sok olyan lehetőség lett biztosítva, amit később tudunk hasznosítani. A célunk az, hogy minél több egészséges kisbaba szülessen Magyarországon, ez a jövő. A tavalyi családok éve után idén az intézet családbarátabbá alakítása kerül előtérbe. 2018-ban pályázat útján 300 millió forintot nyert a kórház, aminek nagy részét erre a célra kívánják fordítani. A cél az, hogy minél több igényt ki tudjanak elégíteni. Az adomány az mindig nagyon jó, mert egy olyan helyzetben, amikor a egészségügy azért nem is a pénzszűkével, de pénz megfogással foglalkozik, akkor ilyen extra külön szolgáltatás jelentő eszközökre nem nagyon van pénz. Mi mindig is kerestük azt a lehetőséget, hogy lehetne azokat az eszközöket, a lehetőségeket beszedni a kórház részére, amit más forrásból nem tudunk, és ilyenkor van egy alapítványunk, az egészséges újszülöttekért alapítvány, illetve azok a cégek, akikkel kapcsolatban vagyunk, és ők hajlandók arra, hogy ilyen támogatást tudjanak nyújtani, tehát olyan eszközt tudunk beszedni, amit máshonnan, máshogy nem. A cég, amelynek az alapítvány köszönheti a felajánlást, 22 éve működik és rendelkezik nőgyógyászati profillal is. Alapítványokon kívül támogatnak orvosokat is, de ők alapították a Szent Györgyi Albert orvosi díjat is. Itt Nyíregyházán dr. Papp Károly főorvos úrban láttunk egy olyan embert, akivel együtt tudunk működni, és innovatív gondolatai vannak, és így lett egy ilyen történet. Az alapítványt tudtuk támogatni, és a vízben szülés volt az a dolog, amit a főorvosul nagyon szeretett volna. Még az ünnepélyes átadó előtt született meg az első kisbaba az új vajódókádban, aki egészségesen 51 cm-rel és 3470 g-mal jött a világra, negyedik gyermekként a családjába. Három érmet szereztek a Vásáros Namény díjese úszói a Diákolimpia Győri országos döntőjében. A negyedik korcsoportban Hanyu Norbert a 100 méteres mellúszásban, az ötödik-hatodik korcsoportban Dóbus István a 100 méteres gyorsúszásban végzett az élen. A negyedik korcsoportos kolozsvári Aténa 100 gyorson a harmadik helyet szerezte meg. Négy arany, négy ezüst és két bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei úszók a Diákolimpia Győri országos döntőjében. A nyolc éremből három a Vásáros-Naményi fiatalok nevéhez fűződik. Bár a hazai körülmények nem voltak ideálisnak mondhatók, az úszók Fehérgyarmaton és Nyírbátorban 25 méteres medencében is tudtak készülni, két alkalommal pedig a sóstrói 50 méteres medencében is gyakorolhattak Pintje Zoltán és Hankovszkiné Medve Mónika tanítványai. A naményi különítményből végül kolozsvári Aténa bronz, Dóbus István és Hanyu Norbert pedig aranyérmet szerzett. Nehéz ezt így elmondani, hogy a 16 méteres medencébe készül az ember, és kijut egy országos diákolimpiára, hogy milyen reményekkel. Idő alapján, papír alapján ott voltunk az elsők között, de hát ezt megmondani nem tudja az ember, hiszen mindenki készül. De én nagyon boldog voltam, hiszen a fiúk, Dóbus Isti és Hanyu Norbi elsőként csapott, tehát a papírforma ott bejött. Simon Balázs ugye negyedik lett 100 méter gyorsúszásban, szinte ott is a papírforma bejött. Sok munka van mögötte, de a fiúk hozták azt, amit a megyei diákolimpián teljesítettek. A 100 méteres gyorsúszásban Dóbus István 1/100 másodperces előnnyel szerezte meg az aranyérmet. Az azelőtti héten, mielőtt úsztunk volna, én beteg lettem. Hát akkor nem éreztem valami jól magam, és gyengébben teljesítettem szerintem, mint ahogy kellett volna, de ehhez képest még így is egy elég jó eredményt értem el. Vásáros Namény polgármestere szerint fontos, hogy minél több fiatal sportoljon a településen.
Mindenki tudja rólunk, hogy sportos kisváros vagyunk, ugye Vásáros nem olyan 40 éves város itt a Beregszíve, de azt is tudjuk, hogy a elsődleges tényező minden településen a gyermek kell, hogy legyen. Így vagyunk ezzel mi is. Jó magam tanító, testnevelő szakos vagyok. Tudom azt, hogy a sport mit jelent a felnőtt nemzedék számára, és azt is tudom, hogy mit jelent az úszás, hiszen rendszeresen találkozom az úszóinkkal, tudom azt, hogy milyen munkát tesznek bele azokba az eredményekbe, amelyeket elérnek. Tilki Attila országgyűlési képviselő elmondta, az úszók sikerei segíthetnek abban, hogy a jelenleginél jobb körülmények között készülhessenek a jövőben. Vásárosnamény az a város, ahol nincs tanúszoda, nincs 25-ös medence. Korábban működött Nagyvarsányban, a település üzemeltette, és nyilván nem bírta üzemeltetni. Mi már egy kicsit régóta, de azért próbálkozunk a Nemzeti Sportközponttal, hogy hogyan tudják átvenni. Az világosan látszik, hogy itt 5 kilométeres távolságon belül két úszoda nem fog épülni. Tehát én úgy gondolom, hogy a fiatalok eredményei nekünk muníciót adtak ahhoz, hogy államtitkár asszonynál, Szabó Tündénél eredményesen tudjunk lobbözni azért, hogy legyen meg végre egy normális minőségű, 21. századnak megfelelő 25-ös úszoda ebben a térségben, a beregi térségben. A Vásárosnamény díjese még a tanév vége előtt egy 24 órás úszással szeretné tovább népszerűsíteni a sportágat a városban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 2020-ban kezdheti meg működését az az új nyírbátori katolikus óvoda, amelynek alapkövét szerda délután rakták le a településen. Az oktatási intézményben 3, egyenként 25 fős csoportnak biztosítanak helyet. A beruházás összértéke 436 millió forint, amelyből 267 millió forintot biztosít az állam. A következő években több mint 60 milliárd forint jut az egyházi oktatási intézmények fejlesztésére és építésére országszerte. Átadták a Mátészalka és Nyírmegyes között épült kerékpárutat, ezzel biztonságosabban lehet biciklivel közlekedni a forgalmas 471-es főút mellett, és már egészen Debrecenig el lehet jutni kerékpárúton. Mátészalkán más beruházások is zajlanak, hamarosan például egy fúrótorony építése kezdődik meg, amellyel a település alatti termálvizet tudják hasznosítani. Vajúdó káddal gazdagodott a József András Oktató Kórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Az intézménynek adományozott kád lehetővé teszi, hogy a kismama testhőmérsékletű vízben hozza világra gyermekét, ami ellazítja az izmokat, ezáltal nagy mértékben csökken a fájdalomérzet, az újszülött pedig természetes közegben jöhet a világra. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 28-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Péntek reggeli gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, majd estétől kiderül az ég, csapadék nem valószínű. Az északi szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 fok körül alakul. Pénteken fátyol felhős idő várható szűrt napsütéssel, csapadék nem lesz. Az északi szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 17 fok között alakul. Egészen hétfőig nem várható lényeges változás, az alapvetően napos idő mellett gomoly és fátyol felhők is lesznek az égen, utóbbiak néhol szűrhetik a napsütést. Csapadék legkorábban hétfőn lehet, de jelentősebb eső csak szerdától fordulhat elő, ekkor már ismét változékonyabb időben lehet részünk. Kedig fokozatos melegedés várható, emellett lassanként megszűnnek a hajnali fagyok.